érzésekbe, képekbe, a valóban élményekbe, való gondolkodásba, nem szavakba, való gondolkodásba. És például mondták, hogy ahogy megtanulsz mondjuk románul, akkor meg kell tanulni románul gondolkodni. Tehát, hogy már román szavak jönnek elő. Ez egy nagy hülyeség, de végül is a lényeg az, hogy az érzelmekben is, amikor egymásnak gondoltuk, akkor telepatikusan üzentek egymásnak.